Harmadszor jelentkezik a foci suli ezúttal. Ez még az első óra anyagára emlékeztet ez a képsor, és a következő, persze régi nagy világbajnoki mérkőzésekről válogattuk őket. Első alkalommal ugyanis a rúgás irányítása mellett, az ő segítőtársait pedig ma újra bemutatjuk, mind a felnőtt, mind a gyerek nézőknek. Tehát a különböző fajta rúgásokról volt szó, így a belső csűd, külső csűd, teljes csűd, belső, és így tovább. Most a labda átvételek, ami szintén még az első óra anyaga volt, ez is szerepel, ez speciál egy 11-es, ami ugyan nem szerepelt az első órán, de végül is az is a pontrugást is valamilyen módon ugye rúgni kell. Lehetőség szerint ilyen biztosan és jól, akár ilyen hatalmas erővel is lehet. Ő micsoda gól volt. Nos, tehát ennyit a rugásokról. A második óra anyagában a fejelések különböző formái és a bedobás szerepelt. Itt van például egy nagyszerű fejes. Ma a labdavezetés és a cselezés lesz a témánk. Itt néhány minta példáját láthatjuk. Zsair Zinyó mintaszerű labdavezetése. És a cselek sem utolsók. A lövéssel sincs nagy baj. Tehát ma erről lesz szó, a labdavezetésről és a cselezésről. Overath, az NSK egykori válogatottja. Legközelebb a szerelés, valamint a kapus különböző védőmozgásai képezik a focisuli témáját. Egy nagyon szép szerelés. Itt is egy szép becsúszó szerelés. Bevetődő szerelés. És itt pedig a kapus nagyszerű megmozdulása. Öklözés az egyik legfontosabb eszköz a kapus fegyvertárában. Bizonyos helyzetekben nincs is jobb megoldás. Azt követően majd különböző összetett technikai és taktikai gyakorlatokat mutatnak be a BVSC-s gyerekek. Ezt foglalja össze a mostani néhány képsor. Lesz még persze egy hatodik és egy hetedik órája is a focisulinak. A hatodik alkalommal majd a fizikai képesség fejlesztéséről lesz szó, a hetedik alkalom pedig amolyan játékos évzáró lesz, ha úgy tetszik. Na gyerekek, mindenki üljön gyorsan a helyére, mert valami fontosat akarok kérdezni. Gyorsan mindenki a helyére. Hát ezek a gyerekek egyébként amolyan magántanulók itt a helyszínen ebben a focisuliban. Mi néző gyerekeknek hívjuk őket közönségesen és egyszerűen csak.
Na kérem szépen, itt ma, ebben a mai focisúri órában, ha nincs csend, nem tudom elmondani, fiú. Lesz csend? Az jelentkezzen most hangosan, aki a mai játékokban részt akar venni majd. Rendben van. De csak az vehet részt, aki most azonnal leül és elhallgat. Figyelem, aki hallgat, és látom, aki beszél. Mindenki maradjon most ülve. Jó, rendben van? És mostantól kezdve nagyon figyeljetek, mert a versenyek olyasmiből lesznek minden alkalommal, amiket a BVSC-s gyerekek bemutatnak. Tehát nagyon kell figyelni. Aki itt ül és nem lát, vagy nem is merem mondani, talán mással foglalkozik, az nem tud részt venni a versenyekben. Rendben van? Na kérem szépen, akkor ebben megegyeztünk. Hadd mutassam be most akkor azokat is, akik a foci suliban segítségünkre vannak, méghozzá nagyon rendesen, fegyelmezetten, ők a BVSC-s gyerekek, persze csak egy töredéke, mert az első két gyakorlatban Bot Józseffel, Mezei György segítőtársával ők vesznek részt. Akkor hadd nézzük meg az első két gyakorlatot, és ezt majd Mezei Györgyel együtt kommentáljuk. A mai adásban, vagy ha úgy tetszik órán, a labdavezetések és a cselezések különböző válfait, rávezető gyakorlatait fogjuk bemutatni. Most az egyenes irányba történő labdavezetések közül a lábfej teljes csüd, illetve külső csüd részével, illetve belső csüd részével történő vezetést mutatják be a gyerekeink. Most mi a jelentősége annak, hogy három irányból egyszerre jönnek? Mindjárt zavarják egymást a labdavezetésben, ez is a célunk, úgyhogy egyszerre több helyre kelljen nekik figyelni, és közben kontrollálni állandóan a labdát. Itt egy pillanatra meg is törik a lendületüket, hogy újra fel tudják venni a labdavezetés ritmusát. Tehát ami voltak éppen mindjárt egy csel is, hogy rálép a labdára, és a következő ritmusba megy tovább. Igen. Váltakozó irányú labdavezetésre mutatunk be gyakorlatot. A fordulónál a bottól távolabb eső lábbal kell belső csüddel vezetniük a labdát. Kényszerítjük őket, hogy ballal, jobbal mindig a külső lábbal vezessék, a bottól, képzeletbeli védőtől távolabb eső lábbal. Annak milyen jelentősége? Nyilvánvaló, hogy nem tudja elérni a védő olyan könnyen a labdát, mint hogyha a közelebbi lábbal vezetné, hiszen akkor közelebb lenne a védőhöz, és lába hamarabb elérhetné a labdát. Fedezi a labdát, már így is mondhatjuk. Újabb labdavezetési gyakorlat. A belső és a külső csügy begyakorlására. A körön kívül haladók, illetve a körben haladóknak bal lábbal kell vezetniük a labdát, ezt csak akkor tudják végrehajtani, ha bal külső csüddel vezetik. Belül teljes csüddel vezetik a labdát a karok között a gyereket. Tehát van egy belső kör, a két sötétmezes fiú, amit egy pillanatig láttunk, majd biztos látjuk még. Igen, a belső kör és a külső körben. Sípjelre azonnal cserélnek és feladatot váltanak a gyerekek. Tehát a botok között belső csüddel, kívül pedig külsővel. Méghozzá mindkét láb. A 75-szörös válogatott Sándor Károly, azt hiszem a gyerekek is, felnőttek is csikarként sokkal jobban ismerik. Nézzük itt a gyerekek labdavezetési gyakorlatait, hiszen ez volt az egyik specialitásod, a jó labdavezetés. Igen, most megnézem őket, igen, nagyon jól csinálják. Hát ez egy nagyon lényeges dolog minden labdarúgónál, hogy a labdavezetés. Hát persze labdarúgó válogatja. Én például olyan labdavezető voltam, úgy vezetem a labdát, hogy én nem röviden vezettem, mivel meglehetősen gyors kezdő sebességem volt. Én fölkínáltam a labdát a védőjátékosnak, és én nagyon szerettem, mikor nyúlt érte, akkor elpöckölni mellől, és akkor abban a pillanatban az egyensúlyából már kiesett a védőjátékos. Hát az adott pillanatban kell mindig a pályán, persze a védőktől függően megválogatni a labdavezetést. Ha kellett, röviden vezettem. Amikor volt területem, természetesen gyorsan és hosszan vezettem. Ez mindig attól függ, hogy a védőjátékosok hogy helyezkednek el. Mert soha nincs két egyforma
szituáció a pályán. Mindig az adott pillanathoz kell alkalmazkodni. Bár ezek a gyerekek ügyesen vezetik a labdát, annak ellenére, hogy mi itt vagyunk, a monitor és a pálcikák nagyon ügyesen vezetik végig a labdát. Na akkor gyere egy pillanatra velem, menjünk be. Gyertek ide egy kicsit körénk, gyerekek. Már legutóbb Sándor Csikarral megismerkedtetek, ti is üljünk le. Nem zavar, ugye? Nem leszel piszkos. Üljünk így, hogy... De olyan én... jó egy kicsit gyereknek lenni újra. Ülj a labdára. Én is... Szépen. Hát szóval, de ha egész körbe ültök, akkor nem látnak a televízión. Így nyissuk ki. Így mi már lassan nagyobbak vagytok. Hát szóval, arra kértem a Karcsi bácsit, hogy labdavezetésről egy kis tanácsot adjon. Most nekem elmondta, de én nem sok hasznát vezem, én már oly kevés labdát vezetek, úgyhogy nem bánnám, ha még egyszer elmondani. Hát szóval, gyerekek, hát az egy elemi dolog már, hogy jobbal, ballal, külső csüddel, belső csüddel, ahogy a pályán pattan a labda az adott pillanatban, mindig ahhoz kell alkalmazkodni, és hát ez már a vérében van a labdarúgónak, hogy úgy veszi át, ahogy éppen akkor szükséges. Na most... A gyorsjátékos, az nyugodtan hosszabban meglökheti a labdát, mert az eléri. A lassúbb játékos, az lassabban viszi rá a védőjátékosra, és úgy selezi le a technikás játékos. Én azok közé a játékosok közé tartoztam, akiknek a kezdősebessége azt mondták, hogy elég gyors voltam. Rávezettem a védőjátékosra a labdát, ellöktem mellette, és mindjárt abba a pillanatban bevágtam a védőjátékos eléje, lefedeztem a labdát. A védőjátékos a világon semmi más nem tudott már csinálni, csak fölrúgni. Ha egyáltalán el tudott érni, de ő már a labdához nem tudott hozzáférni. Nem tudott benyúlni, mert lefedeztem a testemmel, és főleg ezt a 16-oson belül csináltam, és más nem tudott csinálni, csak 11-es tudott csinálni. Tehát azt figyelembe kell venni, hogy rávezetni a labdát, és az adott pillanatban akár belül, akár kívül, ellökni a labdát, és mindjárt bevágni eléje, és tovább vezetni a labdát. És ahogy jönnek a játékosok, ezt tovább ugyanígy folytatni. A gyors játékos az hosszabban meglökheti a labdát, aki esetleg lassabb, az lassabban vezeti, és úgy selezi le. Hát ez mindig a labdarúgótól függ, a mozgáskészségtől függ. Nekem az a szerencsés helyzetben voltam, hogy rendkívüli gyors volt a kezdősebessége. Tehát ha én közel értem a védőjátékoshoz, annak meg kell fordulni. Én előtte már 3-4 méterre meglökhettem a labdát, és én lendületből elsöpörtem mellette, és mire ő megfordult, addigra én már előtte bent voltam. Hát akik gyorsak, azok ezt a szisztémát ajánlom nektek, hogy ezt csináljátok, nagyon hasznos, mert ezzel nem lehet védekezni, csak ha hátulról fölrúgják, abban a pillanatban mi vagyunk előnyös helyzetben, akit fölrúgtak, mert az belül van 11-es, ha kívül van, akkor meg szabadrúgás, és szintén csak az a csapat kerül előnybe, aki ellen a szabadrúgást vétették. Hát köszönöm szépen, akkor csinálunk egy kis versenyt egyelőre nélkületek, itt rengeteg néző gyerek van, akik szívesen versenyeznek. Labdavezetésből foglaljatok helyet, mi pedig menjünk vissza. Most egy verseny a focisüli magántanulói között, mégpedig labdavezetési verseny. Hogy hívnak? Háda János. Hanyadikos vagy, János? Most megyek nyolcadikba. Nyolcadikba. Tehát 13, 14? 13. Annyi idős vagy, tehát mint itt a BVSC-s rácok. Hát te? Én 9 éves vagyok. És a neved? Fodor Zsolt. Tóth Szabolcs, 9 éves vagyok. Tehát itt bizonyos előnyben lesz majd Háda János, legalábbis ami az életkorát illeti. A verseny abból áll, hogy egyszer körbe kell vezetni időre a labdát. A körön belülre nem szabad persze vele menni, csak körön kívül szabad vezetni. Adja annyi előnyt a két kisebbnek, János, hogy ettől a poznától indulva te kezded a versenyt. Parancsolj, állj oda a labdával, és amikor azt mondom rajta, akkor indulhatsz. Állj csak fel a labdával. Akár melyik irányba mehetsz, akár melyik lábaddal vezetheted. Most még megvárjuk, míg az óra ott van a képernyőn. Kész vagy, János? Elkészülni rajta! És majd jelzem, amikor az óra megállhat. Ráülsz, és akkor vagy ott. Most! 12 másodperc, tehát gyere vissza, János, hagyd ott a labdát. Háda János 12 másodperc alatt. Tessék! Mehet, elkészülni rajta. Az első helyezett az egy meszt kap, választhat majd ajándékot, a második helyezettnek egy csoki jut, hűha, ez kigurult, itt baj lesz. Ráülsz a labdára, ha ott vagy,
14,1 másodperc. Elgurult egyszer, igaz? Igen. Jó van. Harmadik. Elkészülni. Rajta. Tehát Háda Jánosé volt 12. És most Fodor Zsolt érkezik. 14,6. Első tehát Háda János. Második. Tóth Szabolcs. Tóth Szabolcs, a harmadik Fodor Zsolt. Maradjatok itt, mert azért nézzük meg, hogy tulajdonképpen ezt a labdavezetést lehet tanítani is, meg tanulni is. Tehát ha az ember igazán jó focista akar lenni, akkor érdemes ezeket a dolgokat megtanulni. Megnézzük például, hogy nevedet? Nagy János vagyok. Nagy János a BVSC csapatából, ő akit a bemutató közszerepel. János, hány éves vagy? 14 éves vagyok. 14 esztendős, tehát ugyanannyi, mint a másik János, Háda János. Nézzük, János, akármelyik irányba vezetheted, bármelyik lábaddal, amelyik a kellemesebb. Elkészülni, rajta. Nagy Jancsi a BVSC csapatából kísérli megdönteni az eddigi 12 másodperces legjobb eredményt. 9,4. Hát ennyi a különbség. Jó van, srácok. Jancsikám, neked köszönöm. Te profi vagy már ebben, ők kapják a díjakat. Gyertek ide velem, hadd adjam át. Gyorsan leülni innen, fiúk, mert akkor nem látjuk a díjkiosztás, ami komoly dolog. Háda János a győztes, milyen mezt választasz? Zöld-fehér az mesen. Van zöld-fehér, ez csak egy zászló. Ja, a zászló. Legyen egy piros-fehér mez, jó? Labdavezetés kényszerítő átadással kombinálva, taktikai elemmel vegyegyített gyakorlatot látunk most. Helycserével végzik, passzolás után azonnal helyet cserélnek, illetve tovább vezeti a labdát azzal, akivel helyet cserél. Ezt lehet nehezíteni és a gyakorlatot bonyolítani, ha két labdával végzik egyszerre. Most láthatjuk. Tehát egyszerre itt már mind a két játékosnak állandóan a labda mozgására is kell figyelni, a társ mozgására is, közben labdavezetést végezni, társ mozgásához viszonyítottan labdát átadni. Bonyolult gyakorlat. Egy játékot látunk, a lényege. Egymásra passzolják a labdát a gyerekek, és a visszapattanó labdával a oldalt elejezett kapukon keresztül kell átvezetni a labdát versenyszerűen. Amelyik előbb vezeti át, az a győztes. Ennek a második válfaját látjuk. A levegőbe pattintják egymásnak a labdát, és a kapun vezetik át átvétel után. Tehát itt most kézzel hozzák be, itt egymásnak dobják. És azonnal irányváltoztatással kapun át kell vezetni. Négy páros indul, mind a négy a BVSC gyerekek közül való, hiszen ez nehéz gyakorlat, bonyolult labdavezetési gyakorlat. A négy páros időre versenyez majd egymással. Négy letűzött pózna van, majd meglátjátok, illetve meglátják az idősebb vagy felnőttebb nézők, hogy mi is a feladat pontosan. Tehát nézzük először az első páros, és az időt is mérjük, a legjobb idő természetesen a győzelmet is jelenti. Egy labda itt marad ennél a póznánál, átlósan átvezeti a partnernak a másik fiú, ő viszont visszavezeti, és innen már csak haza kell kísérni a két labdát. Most! 14,2, jegyezzétek meg! A második páros már odaáll. Elkészülni, rajta. Most 14,5. Harmadik páros, itt már a partnerre is tekintettel kell lenni, és ezért nehéz tulajdonképpen, hiszen nem lehet csak úgy elkapkodni. Rajta!
pedig itt jó idő lett volna. 14,4 tized. Tehát még az első páros vezet. Még kihagyott a harmadik? Aha. Bot József azt mondja, hogy az első páros nem szabályosan fejezte be. Akkor ők újra mehetnek, hogyha egyébként ők nyernének. Elkészülni rajta. Itt látunk elég jó időt. 13,9 tized. Itt a győztes pár. Egy-egy csokoládé. Gyertek egy kicsit közelebb. Azért a neveket is hagy halljuk. Gyurcsik László. Pokorni Ferenc. Laci Feri, gratulálok. Labdavezetést helycserével látunk, technikai, taktikai elem. Lényeges szempontra felhívnám a figyelmet. A labdát vezető társ mindig a labda nélküli előtt fusson el, ezzel a képzeletbeli védőt, akit jelen esetben most a botok képviselnek, középen lévő botok, azokat elzárja a beavatkozás előtt. Most indulj! Lényeges, hogy az ütemet várják ki a gyerekek, és lendülettel hajtsák végre az elemet. Oda-vissza végezhető el a gyakorlat. Persze, mire oda-vissza jut a csoport, addigra ez még erőnléti gyakorlatnak is megfelel, mert alaposan bele lehet fáradni. Labdát vezetni szépen szabályosan, az is nagy dolog, hát ha még zavaró is van. Ezt gyakorolják most a fiúk. Labda vezetés közben fedezniük kell a labdát a rájuk támadó védő elől. Váltanak folyamatosan, hol az egyik, hol a másik vezetés. Jelre egy üres kapunk keresztül kell vezetni a teljes erőből védekezővel szembe a labdát. Itt egyszerre több helyre kell figyelni, a társukra, az üres kapura és az ellenfélre is. Itt jól lehetett látni, hogyha nem figyel megfelelően, egy hármas összeütközés következik be. Labdavezetés közben védővel szembeni labdafedezést gyakorolnak most a játékosok. Amint a rátámadó védő felé indul, pillanatok alatt megfordul a labdával a játékos, úgy, hogy a védőtől elzárja a beavatkozás lehetőségét. Váltanak a gyerekek, mert hosszabb ideig már inkább állóképességű jellegű lenne a gyakorlat. Amint rátámad, azonnal befordul. Nagyon rosszul csinálta, de ez is jó szemléltető volt, hogy pontosan kell fedezni a labdát a rátámadó védő elől. Tizenhat gyerek nyüzsögött a képen belül, négy póznával határolt négyzetben. Körülöttük labdák. Ha majd megszólal a mester, Bot József sípszava, akkor az egyszínű mezben nadrágban lévők, tehát az egy négyes fogadhoz tartozóknak rohanvást, egy nagyobb négyzet egy-egy sarkához, egy póznához kell vezetniük egy-egy labdát. És amelyik csapat előbb éri el a maga sarkát, és ott helyet foglal, az nyeri a versenyt.
Szétspriccelnek mindenfelé. Van maradék. Van maradék. És a Gyurit bíztatják. Gyuri végül is megérkezik. És még egy forduló, mert ugye az első lehetett véletlen balszerencse is. És már ott nyüzsög a 16 gyerek. Ez nagyon jó móka is, nem csak jó edzés feladat. Hát mind a két meccset a zöld mezes vörös nadrágos csapat nyerte, és mindkétszer a negyedik a túlsó sarokban, igen, itt vannak, ők nyerték mind a kettőt, és az alattuk lévő, a szomszédjuk volt mindkét esetben a negyedik. Újabb verseny. Labdavezetés, labda megállítás és botkerülés, saját labda visszavezetése. Úgyhogy közben egymást is kerülni kell. Ez már rávezető gyakorlat kicsit a testcselekre és a cseles mozgásokra. Közben suttogva bíztatják egymást. Mindig ugyanazt a két labdát kell persze visszahozni, és rá kéne taposni. Most már másik verseny jön. Saját labdát meggurítja a bot előtt, megkerüli a botot és vezeti a kerülés után vissza a helyére a labdát. Ez már lényegesen bonyolultabb a képből ítélve is, mert több is a hiba benne. De már fölemelték a labdát, odaállt a sötét mezesek, ők nyerték a versenyt ott fenn. Továbbiakban segédeszközöket mutatunk be a labdavezetése különböző fajtáinak és a cselek különböző fajtáinak a bemutatására, illetve azok könnyebb végrehajtásának elősegítésére. Itt a képen négy különböző labdavezetési formációt láthatunk. Botok, gátak és ezek kombinációi segítségével. Középen itt a gátak közötti labdavezetés látható. Gát alatt átgurítja és kívülről kerüli a játékos. Ez tulajdonképpen az úgynevezett alagútcsellnek a gyakorlása. Ez az alagútcsellnek a gyakorlása, de közben labdavezetést is gyakorol. Alagútcsellt egyébként közönségesen a gyerekek ma már köténynek nevezik, ugye? Igen, kedvenc szó használata. Tehát, hogyha az ellenfél lába közt gurítjuk el a labdát. Na most a különböző botok közti cselezés, az pedig a szokásos formája. Részben cselezés, részben pedig irányváltoztatásokkal nehezített formába történő labdavezetés. Két bot közt kell egész kis helyen átvezetni a labdát. Igen, itt látható. De most például olyan gyerekek számára, akik tanulni akarják ezt, és mondjuk nem egyesületben játszanak, ha leszúrnak karókat, akkor még versenyszerűen is lehet, igaz? Ezeket a gyakorlatokat mindet lehet versenyszerűen végeztetni, és az előnyük az, hogy megmerem kockáztatni, edzői instrukciók nélkül is kénytelen megtanulni a helyes lábtartást és a technikai végrehajtást, mert a karók rákényszerítik a helyes mozgás megtanítását. Ezeket az akasztófákat, amelyeknek csak a lábát látjuk még, ilyen akasztófaszerű állványokat, a legutóbb a fejelésnél láttuk, most más célt szolgálnak. Most lengő karókat akasztottunk rá, illetve karókat akasztottunk rá, amelyek lengenek, és ezek között a különböző irányváltoztatásokkal történő labdavezetéseket gyakorolják a fiúk. Szabály az, hogy nem szabad hozzáérni a karóhoz? Igen, ki kell kerülni. Most egy gyerek vezeti végig. Folyamatos labdavezetést, úgyhogy a labdára is figyelnie kell, és a karóra, amelyik sokszor veszélyesen közeledik felé. Egy feléje ötletes. Feléje közeledő ellenfelet próbál imitálni. A testcselt is gyakorolni lehet. Rögtön rávezető a testcselre is már ez a gyakorlat is többek között. Fotokat kérem, Sanyi, fotokat! És csak egy pillanatra maradt üres a játéktér, már is rohan be öt gyerek, öt karóval, és a lengőrudak közé döfik le. És ebben is nehezítjük a szlalomlabda, illetve a labdavezetést. A mozgó és az álló karók nagyon nagy nehézséget jelentenek nekik. És a labda feletti
állandó uralmat nagyban elősegíti ez a gyakorlat. És tulajdonképpen talán még az is, hogy utol ne érje a mögötte jövő. Igen. És már jön vissza. Voltak éppen az állóképességet így úgy lehet növelni, hogy észre se veszik az ügyességi gyakorlatok közben. Ezek sorozatos végrehajtása valamennyi speciális állóképességi gyakorlatnak mondható. És már jön megint öt legény, kitépi a cöveket, és másik öt hozza a gátakat. Példa a jól szervezett edzésre is. Ezt is szándékosan mutattuk így be, hogy tulajdonképpen nincs holt idő az edzésben, mert még azok is, akik szereket cipeltek, azok is gyakorlatilag dolgoztak. Ismét egy újabb nehezítéssel történő labdavezetés. El kell vezetni a gát alatt is, gát és kikerülni a lengőkarót. De közben olyan gyorsan, hogy a lengőkaróba ne ütközön bele. Egészen összetett feladatot jelent számukra. És már jön vissza föntről a másik, aki elsőnek indult lentről. Persze néha megakad, de az nem baj, mert végül is önmagát tudja ellenőrizni, hol hibázott. Még egy kedvező hatására hívnám fel a figyelmet ezeknek a gyakorlatoknak. A sok segédeszköz felhasználása annyira változatossá teszi az edzést, hogy szinte észre sem veszik, és két órás edzésidő pillanatok alatt eltelik számukra. Pszichikai terhelés nélkül. Két csapat indul, két négyes csapat a következő versenyben. Itt alul a képernyő aljánál két fehérmezes gyerek, és ott fölül a lengőkarók végénél. A négyes csapat időre végigvezeti, megkerülve a lengőkarókat, és átvezetve a labdát a gátak alatt. A negyedik ember, tehát a fölülső kettőből a második, amikor ide alulra beérkezik, akkor áll meg az óra, ez lesz az első csapat ideje, és aztán követi a második csapat. A négy gyerek most meglökte a karót, és ebben a pillanatban elindult a verseny. Pásztor Pista az első, az egyik legügyesebb a labdavezetők közül, és még neki is akadt gondja elég, mert bele-bele botlik a karókba, hogy lengenek útjában. A második ember következik, körülbelül 13,5 másodperc alatt ért föl Pásztor Pista. Nézzük, mennyi lesz a részidő. Na, itt már jobb. Hát itt egy szabadrugást ítélt volna a játékvezető, mert kézzel is besegített. És 26 másodperc fölött járnak. Bizony nehéz átvezetni. Közben a karókat is kerülgetni. Ez már magasfokú labdakezelést kíván. És most jön az utolsó ember. És most van vége. Pont kerek 53 másodperc. Helycsere, jöhet a másik csapat, ez a négyes lökje meg a karókat. És utána kifutni, leülni, hogy lássuk a versenyt. Lehet meglökni a karót, gyerekek? Tessék, lök meg Pásztor Pista, te is, és engedd el, úgy. Üljetek le gyorsan. Mehet. Ötvenhárom másodperc volt tehát az első csapat eredménye. Valamivel jobb volt az első ember részideje, de most mintha lelassult volna a második csapat. Ügyes volt, ügyesen vitte át, a végére belejött, 27,5-nél váltottak a harmadik ember, a kis görög vezeti, vele már korábban megismerkedtünk. És végül a hajrá ember jön, András, aki olyan ügyesen fejelgetett tegnap, vagy egy héttel ezelőtt, mit beszélek már, mikor volt. 53 másodperc volt a részidő, mindjárt beérkezik. Most 49,9. Hol van a csoki? Hadd adom oda. Hát akkor átadom a csokoládédíjakat. Nyíri Andráshoz van szerencsém, ha jól tudom, igen. Bacsik, Zoli? Tibor. Tibor, bocsánatot kék. Te vagy a Zoli Stettner, igen, ugye? Stettner. És a te nevedet nem tudom, jobb, ha meg... Kamaridis Kostos. Kamaridis Kostos, gratulálok. Még mindig a lengőkaró játszik szerepet a gyakorlásban. A lengőkarunk segítségével a különböző cseles mozgásokat gyakorolják a gyerekek, amelyek a mérkőzés közben elengedhetetlenül szükségesek.
Először labda nélkül, a karót kell pillanatok alatt kikerülni ők cseles mozgással. Most a lengő karókat, mint egy képzeldény labdákat használják fel, amelyekbe egy nagyot akarnának belerugni, a lövőcselt gyakorolják helyváltoztatással. Most a lengő karóval szembe lövőcseleket végeznek helycserével, most már labdával. És ezzel már automatikusan rá is álltak a különböző cselekre, a labda elhúzásokra, elhúzós cselekre, lövő cselekre, test cselekre. Már is folytatjuk a lengőkarogók közül kijövet a lövőcselek begyakorlását, de nehezebb feltételek között, taktikai elemmel kombinálva. Lövőcsel a bot előtt, behúzás a botok közé, átadás a szembe lévő társnak, és folytatni tovább átvétel után. Amikor véget érnek a gyakorlattal, akkor helycserét végeznek, és visszafele bal lábbal gyakorolják már ezt az összetett elemet. Bábuk előtt lövőcseleket végeznek a játékosok, és időzítve adják a labdát a hátulról felfutó társuknak. Mérkőzések közben igen sűrűn előforduló elem, technikai-taktikai elem. Négy bábút látnak, négy figurát, négy alakot, már is megismertétek ezt, már megismerték ezt, néha magázódom, néha tegeződöm, mert egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy csupa gyereknéző nézi majd ezt a sorozatot. Egy szóval a négy bábú mögött, ott áll, látható is, elbújva négy gyerek. Az a négy, aki majd rávezeti a bábukra a labdát, e pillanatban még nem látható. Ők rávezetik, és nem tudják, hogy jobbra vagy balra ugrik-e ki mögüle a gyerek. Amerre kiugrik, pont az ellenkező oldalra kell hirtelen irányváltoztatással elvezetni a labdát. Tehát tulajdonképpen ez a gyors cselezés egyik módja, ha jól értem, igaz? Mielőtt elindítjuk, ezt tisztázzuk. Igen, és fokozatbeli nehézséget jelent az előző gyakorlathoz képest. Hopp, ott kiugrott egy. És ezt, nincsenek összebeszélve. Ezt a gyakorlatot lövőcsellel, elhúzós csellel, testcsellel együtt kombinálva is végezhetik, ahogy a helyzet rájuk kényszeríti a megoldást. Most helycsere, most jön az a négy, aki eddig elbújt mögé, most bosszút állhatnak rajtuk a többiek. Hogyha túl hirtelen vagy cselesen bukkantak elő. Annál inkább lehet nehezíteni, minél később lép ki a bábú mögül a társ. Kilenc gyerek állott középen, a cseles mozgások gyakorlására három különböző elemet tanulhattok meg. Az egyiknél, ott a kilenc gyerek 3-3-as csoportban, a középső gyerek megakadályozza, hogy valamelyik szélső a másikat megfogja. Na majd a továbbiakat ezt a későbbiek során magyarázzuk, egyelőre nézzük ezt. Ugye a középső nem engedi, hogy egyik a másikát megfoghassa, középük áll. Próbál kibújni, az meg úgy ugrál előtte, hogy ne lehessen megfogni. Kettős, hármas testcseleket is láthatunk sorozatba. Csak ezek segítségével tud kibújni a védő mellől. Na most a következőben a karó közé álló gyerek, a nekifutó fiú elé kilép. Annak akkor az ellenkező oldalra kell váltani. És nagyon hirtelen, mert csak az utolsó pillanatban lép elé. Amerre ő lép, az ellenkező oldalon kell átlépni. És ugyanez majd labdával is következik. És már jönnek a labdával. Ugyanígy, amerre kilép, az ellenkező oldalra kell átvezetni. Már indul is Vasics Zoli Tibi.
A visszahúzós cselek begyakorlásának a sorozatát láthatjuk a képen. A bot egyik oldaláról a másik oldalára kell visszahúzni a labdát úgy, hogy közben megkerülni a botot. És helycsere után folytatják azonnal ezt a gyakorlatot. Egy üres labdához kell rohanniuk rögtön sípjel után. Ez is igen magas intenzitású, magyarán szóval elég fárasztó ezt huzamosabb ideig csinálni és így szóra váltani. És már állandó mozgásból, labdavezetésből gyakorolják a visszahúzós cselt az épp üresen hagyott botnál. Bot egyik oldaláról áthúzzák a másikra. Közben figyelemmel kísérni kell kísérni állandóan a társ mozgását is. Visszahúzós csel után elpasszolják a labdát, és egy üres labdát átvéve végzik el a cselt, és tovább passzolják, és szaladnak újra egy üres labda után. A következő játékban két négyes csapat vesz részt. Bal oldalon a sötét mezesek, jobb oldalon a fehér mezesek a képernyőn. Az egyik a négyes csapatból elindul, és rávezeti a másikra a szembejövő ellenfélre a labdát, testcsellel be kell csapnia, és annak a kapuján átvezetni, ha tudja. Aztán jön a szemből jövő, és így tovább. Számoljuk a gólokat, tehát mehet a játék. Lendületből rávezeti, nagyon ügyesen, 1-0 a sötét mezesek javára, jön a világos mezes. A csell jó, de mellé ment, marad az 1-0. Újra a sötét mezes vezeti fel a labdát. 2-0. 2-0, Pásztor Pistának sem sikerült. Marad a 2-0. Hát itt most az ellenfél rúghatott volna gól, de így marad, mert a szabály nem engedi meg. Még mindig 2-0. Pásztor nem engedi, marad 2-0. És ezzel letelt, vége a mérkőzésnek, ők ugyan lelkesen tovább csinálják. 2-0 arányban győztek a sötét mezesek. És most négy önként vállalkozó nézőgyerek következik, ott állnak. Tehát ők mérik össze erejüket az iménti csata vesztes csapatával. Ez nem sikerült, most jön a következő. A BVSC-s fiú vezeti rá. 1-0 a BVSC-sek javára. Ez sem sikerült már a jelekből ítélve, marad az 1-0. Nagyon ügyesen szerelt a kisrác, a néző gyerek. Mehet tovább, Pásztor Pista, indulj! 1-0, marad az 1-0. Még mindig. Már átvezetni nem fogja tudni, még mindig 1-0. Na még egyet, az utolsó, mehet. Vége, 1-0 arányban győztek. Még egy van, jó van, hadd nézzük azt az egyet még. Na, ez inkább öngólnak számít, 1-0. A kör közepén állóknak, a kör szélén állókat kell átcselezni, és a karók közt átvezetni a labdát. Ha nem sikerül, akkor automatikusan cserélnek, és aki megszerezte a labdát, most már azt próbálja akárhol átvezetni. Mindig váltaniuk kell a labdát vezetőknek arra üresen maradt védőre, akinek épp nincs támadója. Itt most már imitam, ott ütközés is előfordul, még az is gyakorolható.
és lassan a labdák is elfogynak, hiszen elgurul. Aztán hozzák vissza persze. Ez most már a vége a mai órának. Labdavezetés, cselezés volt a mai tantárgy, és most a pályán mindenütt a mai gyakorlatok elemeit és a segédeszközöket látjuk. Na most azért egy dolgot megint csak szeretnék hangsúlyozni itt Mezei Györggyel, mielőtt elbúcsúzunk a mai óráról, hogy ezek a segédeszközök tulajdonképpen nem jelentenek, azt hiszem, milliós költséget. Ezek gyakorlatilag filléres eszközök, kis anyagi ráfordítással bárhol, akár szülők, akár más társadalmi munkások segítségével létrehozhatók. Egyébként ezeknek a jelentős része is baráti alapon állt össze, szülők, barátok álltunk össze és csináltuk meg. Ezeknek az óráknak, a focisuli óráinak az anyagát esetleg érdeklődőknek szívesen rendelkezésre bocsátja, nem? Igen, megjelentetjük bármikor, amikor erre nagy igény van, illetve igény van. Labdarúgó, edző, folyóiratban vagy bárhol máshol. Hát akkor mi mára elbúcsúzunk. Cselezés, labdavezetés volt a mai tantárgy. Legközelebb találkozunk egy hét múlva.